sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Egy gyors kérdés. Ki az, aki még nem hallotta a ransomware-ről, zsaroló vírusokról? Tegyek a kezét. Három ember. Nagyon gyorsan. Nagyon gyorsan arról, hogy mi a zsaroló vírus. Nem frissíted a számítógépedet, felkerül a vírus a gépedre, az összes fájlodat eltitkosítja, úgyhogy nem tudsz hozzáférni a fájlaidhoz, és ezek után bitcoint kér tőled, hogy fizess, nem tudom, 200 ezer forintot, és akkor miről hozzáférhetsz a fájlaidhoz. Ez ugyebár már egy elég menő téma körülbelül 4-5 éve, egyre több az áldozat, nekem is egyre több ismerősen van, aki beszívta ezt a zsaroló vírust. Viszont kérdés az, hogy mit fog hozni a jövő ezzel kapcsolatban. És a jövő szerintem az, hogy egyre több embernek lesz rendes biztonsági mentése, emiatt ezen típusú zsaroló vírusok majd kevésbé fogják megijedni a támadóknak, hogy ilyeneket csináljanak, úgyhogy helyette valami teljesen más fognak csinálni. Képzeljük el, hogy a felhasználó a mesztelen citákat szereti nézegetni, vagy munkaidőben vagy otthon. És miközben messzeztek a kézeket, rámegy a takarítani fake news weboldalra, hogy a híreket olvashasson. És mivel ez a felhasználó nem volt biztonságtudatos, és nem frissítette a böngészőjét, időközben a háttérben látható, hogy a támadónál már elindult a támadókód, és éppen a saját támadókódját telepíti a felhasználó számítógépére. Amit most látok, az kevésbé is izgalmas, és akkor inkább technikai dolog, hogy mi történik itt a háttérben. De a lényeg, hogy most a támadónk el fogja indítani az NUIN nevezetű modult, ami gyakorlatilag ellopja a felhasználótól, hogy az Internet Explorer-ben eddig milyen oldalakat látogatott meg. És ezeket az adatokat feltölti a támadó számítógépére. Sikerült ellopni az adatokat, nyissuk meg, hogy mit látunk támadó oldalról. Látható, hogy a felhasználó szeret mesztelen cicákat nézegetni, illetve nem fake news-okat olvasgatni. Mi a következő logikus lépés egy támadó oldaláról? Hát akkor készítsünk mondjuk screenshotokat a felhasználó számítógépéről, ahol tényleg vizuálisan tudjuk követni, hogy mit csinál éppen aktívan a számítógépen. Elkészítünk egy screenshotot. Meg még egy screenshotot. És akkor támadó oldalon vizuálisan is láthatjuk, hogy mit csinál a felhasználó. Látjuk, hogy nézegeti a fake news oldalt, majd visszatérve ezt a cicákra. Mivel most meg akarjuk zsarolni ezt az áldozatot, ezért mi a következő logikus lépés? Készítsünk webkamera képeket az áldozatról, hogy milyen arcot is vág, miközben ő mesztelen cicákat nézeget. Itt most egy kicsit majd beletekernék egyébként, mert gyakorlatilag csinálok 7 különböző képet egymás után, ez kevésbé izgalmas. Jó, elkészült mind a 7 kamerakép, és akkor a támadó kép, megnézhetem a felhasználó arcát, miközben ezt a cicákat nézegem. Most ez nyilván poén, de el lehet képzelni más helyzetet is, amit most itt 18-as karikával lehetne fényjelezni. És mivel a támadó hozzáfér a felhasználónak a számítógépéhez, nyilván tud olyat is csinálni, hogy ezek közül valamit kirak mondjuk a felhasználónak a Facebook falára, csak úgy előzetesként, és utána mondja azt a felhasználónak, hogy na most akkor fizes, különben mindenkit ezek a Facebook faladra, az összes ismerősödnek. Eléggé szerintem ijesztő ez a jövő, és attól tartok, hogy ez elég valószínűleg be fog következni. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy ti, mint otthoni felhasználók, miközben használjátok a számítógépeteket, ne járjatok ki? Legfontosabb, használjátok Chrome böngészőt, a Chrome böngésző használata az nagyon biztonságos. Hogyha nem tudjátok mindig frissíteni a számítógépeteket, akkor érdemes valamilyen úgynevezett anti-expert megoldást használni. Teljesen mindegy, hogy ez mit jelent. Odaírtam, hogy milyen termékek között tudtok választani, valamelyik ingyenes, valamelyik fizetős.
beletállítani a böngészőben azt, hogy a flash tartalom ne kerüljön automatikusan lejátszásra, hanem csak filterésre. Ez egy hasznos feature, egyébként meg manapság semmi sem flash, tehát a YouTube sem flash, ez tök jól működik. Tegyetek fel adblockert, tehát ilyen reklámblokkoló alkalmazásokat, ugye is nagyon gyakran reklámokon keresztül jönnek be ezek a vírusok, és egyébként nem is kell rá kattintani a reklámra ahhoz, hogy bejöjjön a vírus. Frissítsétek a Windows-t meg az Office-t, használjátok rendes spam szűrőt, mint például a Gmail-ben is van. A makrós Office állományokra ne kattintsatok, tehát amikor az mondja Enable Content, meg Enable Macros, azt a gombot tilos megnyomni. Van itt egy-két apró megoldás, amit még kiemelnék, hogy mindenképp legyen otthon biztonsági mentésetek. Erről mindenki beszél, senki nem csinálja, de nagyon fontos, hogy legyen biztonsági mentésetek. És végül, de nem utolsó sorban, szoktam javasolni az embereknek, hogy tartsanak otthon bitcoint, csak úgy tartalékba, mert simán előfordulhat, hogy áldozatok lesztek, és hogyha áldozatok lesztek, akkor elég gyorsan kell szerezni bitcoint, ami valami macerás tud lenni, és eléggé stresszes, úgyhogy ha már van otthon, akkor ez tök jó. És ennyit akartam megosztani veletek. Kérdések? Hát én inkább kommentálnék, mert szerintem én nem volt a legfontosabb érdemény, Isten volt, tehát elsős legfontosabb, hogyha nem kifejezetten használni akarjuk, akkor ragasszuk le a webkamerát, ami a laptopon van. Tehát ez a minimum szerintem. Én egyébként lusta vagyok, én nem már ragasztani szoktam, hanem egy ruhacsipaszt teszek elő. De az is nagyon jól működik. És a másik pedig, hogy amivel szintén nem értek egyet, hogy ez a második fajta zsarolás, tehát ami nem eltitkosítás és kitiposítás, hanem nyilvánosságra az olyan információt, amit ellopott tőlünk, azt, tehát ilyen zsarolónak ne fizessünk, mert hiába fizetünk neki, nem csinált semmi olyat, amivel utána nem tudunk ugyanígy megzsarolni és többet kocsibálni belőlünk. És a legutolsó pont, hogy tartsunk bitcoint otthon, hát igen, tartsunk bitcoint otthon, de hogyha már ilyen biztonságban számítógépünk, akkor lehet, hogy ne azon a számítógépen tartsuk, amit a félünk, hogyha felteri, mert az első dolog, amit a bitcoinjaink megszerzése érdekében fog csinálni a támadó, az nem azt, hogy megpróbál megzsarolni, hanem egyszer fogja zsárni. Köszönöm szépen a hozzászólást. A kamerával kapcsolatban én azt szoktam javasolni, hogy használjátok SebTapaszt, mert nagyon sokan szikszalaggal szokták letakarni, ami azért rossz, mert amikor lehúzod a szikszalagot, akkor ott marad a csuba a kamerán, ami nagyon nem jó, de viszont a SebTapaszt az valami jól működik. Az utolsóval kapcsolatban meg igen, csak egy 5 perces előadásban nem tudok minden részletet mondani. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy lehet fényképet csinálni, úgyhogy nem ég a lámpa. A helyes megoldás az, hogy igenis, meg nem is. Nem egyszerű megoldani. Windowsos környezetben vannak ismert módszerek, hogy bizonyos kameratípusoknál ezt meg lehet oldani. Technikailag ezt úgy kell elképzelni, hogy a firmware kódban van benne az, hogyha működik a kamera, akkor ég a lámpa. Tehát ez egy driver valamilyen szinten, és ha valaki támadó admin jogokkal a gépen, akkor ezt le tudja cserélni egy olyan kódra, amiben ez nincs benne. De vannak olyan számítógépek, ahol gyakorlatilag fizikailag egybe van kötve, hogy amikor a kamera működik, akkor mindenképp működjön a LED, például a MacBook Pro-k azok ilyenek. Megtudhatom-e azt, hogy megpróbáltak-e hozzám betörni valamikor? Hogy megtudhatod-e, hogy megpróbáltak hozzád betörni? Hát igenis, meg nem is. Ez nehéz megállapítani. Tehát én a munkámból fakadóan nagyon gyakran szoktam nézegetni más felhasználóknak az antivírus logjait. És nagyon sok szemét információval van általában tele. Némelyik antivírus nagyon szeret mindenféle dologra riasztani, hogy itt is megvédtelek, meg ott is, miközben az komolytalan volt, meg néha meg nem véd meg, amikor kellett volna, de kicsit messzire vedett. Nehéz ezt megállapítani, most ez mennyire volt komoly támadás, meg mennyire nem. Ez egy szakértő kell, aki leül és több 100 000 forintért kielemzi a helyzetet, hogy most ez mennyire volt komoly támadás. És Linux meg OSX felhasználók mennyivel vannak jobban biztonságban? Linux meg OSX felhasználók.
messzire vezet a kérdés. Egyelőre amiatt vannak biztonságban, hogy kevesen vannak. Hogyha sokan lesznek, akkor nem lesznek biztonságban. Két példát mondanék, a OSX-re már léteznek egyre inkább elterjedtebb malverek, vírusok gyakorlatilag, ami nagyon mókás, hogy tipikusan Microsoft Office alkalmazáson keresztül kerülnek be a rendszerbe, vagy egyéb valami script nyelven keresztül. A Linuxnál pedig, ami érdekes például, hogy nagyon sokan használnak Firefoxot, és amit nagyon kevesen tudnak, hogy a Firefoxos sérülékenységek döntő többsége az platform függetlenül lehet kihasználni, tehát teljesen mindegy, hogy neked milyen custom build kerneled van, ugyanolyan exploit kódot kell használni hozzá, mint hogyha Windows-on lett volna mondjuk az adott Firefox. És akkor innentől kezdve ugyanúgy támadhatóvá válik. Persze jelenleg nagyobb biztonságban vagy, de csak azért, mert kevesebben használják. Ha sokan lesznek, meg felhasználok, meg Linux felhasználok, nem lesz egy biztonságban. És hogyha beszoktuk a Linux-nak, vagy nem? Az a kérdés, hogy fizessére vagy sem. Én nem szeretek senki se elítélni, aki fizet. Nyilvánvalóan, ha fizetsz, akkor támogatod ezt a bűnözői kört, amivel rájönnek, hogy ez egy jó biznisz, és még több embert meg fognak támadni még szofisztikáltabb eszközökkel. De hogyha mit tudom, valakinek a családi fényképi albuma tűnt el, és tényleg nem tudja visszaállítani, én nem tudom elítélni ezt az embert, hogyha fizet érte. Az a kérdés, hogy működik-e, esetek döntő többségében én úgy tudom, hogy igen, de ez is egy olyan, hogy van a profi réteg, meg van a script kiddy réteg. A profi rétegnek a fontos a reputáció, hogyha azt hallják az emberek, hogy fizettem és nem kaptam pénzt, nem kaptam vissza az adataimat, akkor nem fognak az emberek fizetni, nekik érdekükben áll. Vannak a script kiddy, akik azt hiszik, hogy ez egy jó munka, nem tudnak kódolni, és úgy eltitkosították a fájlokat, hogy ők se tudják visszaállítani. De nyilván a profi bűnözők jobban tudják terjeszteni a kódukat, tehát ők vannak többségben. Nekem csak annyi, hogy ahogy láttam, főleg ilyen metaprettert használtam, tehát ahhoz ilyen bináris injection-t szoktak bejuttatni. Azért, hogyha az ember nem használ flash-t, meg letöltött binárisokat így nem nagyon futtak, hogy mennyire valószínű azért, hogy egy ilyet veszik? Tehát így. Az a kérdés, hogy ha az ember nem használ flash-t, meg nem tölt le ilyen binárisokat, mennyire szívhatja be. Például ott vannak még a makrós megoldások, ugyebár, hogyha makrókat sem engedélyezed. Egy Windows 10-es rendszeren, mondjuk, hogyha Edge-et meg Chrome-ot használsz, meg nem kattingatsz össze-vissza, és nem vagy hülye, akkor én azt mondom, hogy nagyon alacsony az esélye, hogy te bekapja egy ilyet. Csak az a baj, hogy nem csak te használod a gépet, hanem mondjuk a kisöcséd is, vagy a nagymamád, és akkor innentől kezdve már baj van. Mekkora idehaza az IT biztonsággal kapcsolatos tudatlanság? Mekkora idehaza az IT biztonsággal kapcsolatos tudatlanság? Nehéz megválaszolni szerintem a... Nem tudom, hogy most a világ átlag milyen, meg az itthoni átlag milyen, szerintem generálisan rossz. Tehát így igazából az emberek egy nyűgnek tekintik a minden ilyen biztonsági dolgot, és amíg megszoktak dolgokat mondjuk az autóban, hogy az biztonság, az fontos, meg karbantartsuk, meg ellenőrizzük a fékeket, meg kössük be a biztonságévet, addig a számítógép használatánál ez mindig macera. Világszinten szerintem nem csak itthon. Én nem hiszem, hogy nagy különbség lenne egyébként. A vírus előtt gyártó cégek, ugye az egyik legnagyobb érdekeltjei a vírusok létezésének. Tudsz olyanról, hogy lebukott már akármilyen ilyen vírus előtt gyártó, hogy igazából valamilyen módon támogatták a vírusinket? Az a kérdés, hogy az antivírus gyártók készítenek el vírusokat, csak azért, hogy legyen piacok az arra, hogy eladják a antivírus terméküket. Szerintem ez egy mítosz, ez egy legenda, én nem tudok ilyenről, és egyébként annyi, de annyi támadás meg vírus van a világban, hogy teljesen felesleges lenne ezzel foglalkozniuk. Mobilra van ilyen vírus? Mobilra van ilyen vírus? Igen, van. Androidra leginkább, iOS-en ez egy ilyen JavaScript alert pop-up formában működik, amire én azt hittem, hogy ez nem működhet, két ismerősön keresett már meg, hogy ajajaj, itt valami történt, és nem merek rákattintani az OK gombra, mert azt írja a pop-up, hogy nem szabad rákattintani. Van. Én igazából csak az előzőhez akartam kommentet, hogy a vírusírtó gyártóktól nem, viszont annól az egész úgy kávé nagyjából a hardware gyártóktól indult, nem, amikor nem vettek elég sűrű gépet, mert nem volt olyan dinamikus fejlődés, ezért beleállítottak lényegre, hogy x idő után egy
megsüti saját magát a proceszban, ilyenek voltak. Ezek így. Én egy sztoriról hallottam egyébként, a Commodore 64-es időkben volt egy olyan vírus, ami átállította a Magnum fejét egy olyan pozícióba, amit utána már szoftveresen nem lehetett visszaállítani, és akkor volt az a pasi egyedül Magyarországon, aki ezeket a Magnumokat tudta javítani, és akkor nyilván ő terjesztette el ezeket, de ezek ilyen nagyon ritka és izolált esetek, én úgy mondanám, tehát nem megállítom. Utolsó. Én is fejteni, hogy kicsit az a kérdés, hogy vissza lehet-e fejteni ezeket az állományokat, anélkül, hogy fizetnénk. Ez megint ugyanaz, hogy most a hülye gyerek 14 évesen otthon írta ezt a kódot, vagy a profi orosz maffia. Ha a profi orosz maffia írta, akkor nem tudod visszafejteni, hogyha meg a hülye 14 éves gyerek, akkor nagy valószínűséggel igen. Vannak az interneten ilyen ingyenesen elérhető túlok, azokkal lehet próbálkozni, de nekem az a tapasztalatom, hogy mondjuk 10%-ban tudod visszaállítani, 90%-ban meg nem. És nincs idő több kérdésre, de majd még beszélgethetünk utána.